Yeah.
Emelje fel a kezét az, aki jól érezte magát.
Köszönöm szépen. Kár, hogy nem voltam itt. Valóban Isten dicsőíteni, az Urat dicsőíteni mindig jó. És ezt lehet tiszta szívvel tenni, és én örülök neki, hogyha ti vágyakoztok erre. Délelőtt ugye az volt a fő gondolat, hogy miután vágyakozol. Nagyon sok minden után vágyakozik egy fiatal ember, vagy egy fiatal lány. Sorolhatnánk azt, hogy milyen vágyai van. Nem szeretnék ebbe belemenni, hanem csupán az ige alapján azt tudnám elmondani, hogy azok a vágyak, amik Isten akaratával megegyeznek, és te imádkozol azokért, Isten teljesíteni tudja a te kéréseidet. Az Úr Jézus azt mondja, hogy akármit kértek az én nevemben, én megadom néktek azt, ami Isten tervével és akaratával megegyezik. Lehet, hogy egy hívő lány egy hívő fiúért imádkozik. Egy hívő fiú egy hívő lányért imádkozik. És lehet eljön az idő, amikor azt mondod, hogy hát Uram, már igen sokat imádkoztam, most már vágyakozom, hogy az imám meghallgatást találjon. Ha te őszintén és komolyan teszed ezt, Isten meghallgatja a te imádságodat. Nagyon sok ilyen példa van, és példa volt a történelemben és a múltban. De engedjétek meg, hogy feltegyek most egy másik kérdést, és megkérlek, hogy őszintén válaszoljatok kész felemeléssel erre is. Most az emelje fel a kezét, akinek meggyőződése az, hogy az Úr Jézus a szívében van, és ezt napról napra tapasztalja. Azok emeljék fel a kezüket. Igen, örülök az őszintéknek, akik nem emelték föl. Kedves testvéreim! Szeretném azt mondani nektek, hogy még van lehetőség arra, hogy az Úr Jézus Krisztust befogadjátok a szívetekben. Én örülnék annak, hogyha ez ma megtörténne. Hogyha megismerhet, lehet, hogy megismertétek, de még nincsen ott a szívetekben. Azt olvassuk az ígében, azt mondja a Zsoltáréró, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Az Isten dicsőítése nagyon jó, amikor itt vagyunk és együtt vagyunk, de nem korlátozódik ennyiben. Az Urat dicsőíteni lehet az iskolában, a munkahelyen, az utazásban, ahol vagy, éppen ahova Isten rendelt téged. De hálás ember tudja, aki hálával áldozik, az igazán tudja dicsőíteni az Urat. A hála áldozat a legfenségesebb és a legmagasztosabb áldozat volt az Ószövetségben, amikor hálával áldoztak. Mert benne volt a megelégedettség, benne volt az Isten iránti elismerés, hogy igen, Istentől kaptuk és nyertük mindazt, amink van. Hálával áldozni lehet, és aki hálával áldozik, az dicsőíti az Urat. Ha hála van a szívedben. És egy másik gondolat pedig, azt mondja a Zsoltáríró, aki az útra vigyáz. A hálás ember tud vigyázni az útra. Nagyon sok út van. Ti is legalább két irányból, de azt hiszem több irányból jöttetek ide Székelyhídra. Tapasztaltátok az útnak a viszonyát, minőségét. Javul egyre jobban. Tisztelet a kivétel. De azt mondja a Zsoltáríró, aki az útra vigyáz, és itt most szellemileg, lelkileg kell érteni az utat. Nagyon sok út van. És a Biblia azt mondja, hogy van olyan út, amely az ember előtt jónak látszik, de a vége a veszedelem. Melyik az az út, amelyre te vigyázol? Melyik az az út, amelyikre te figyelsz, és azon szeretnél járni. Tudod, mit mond az Úr Jézus Krisztus? Én vagyok az út. Nincsen másik út, amely jó irányba vezetne.
Nincsen olyan, hogy elindulunk egy bizonyos úton, a jólét útján. Ha van mindenünk, ha megvan mindaz, amire szükségünk van, akkor jól megy dolgunk. Nincs szükségünk különösebben Istenre, hát valamikor megemlékezünk, még valamikor tiszteletből imádkozunk. A jólét útja nem a helyes út. Az intelligencia útja sem vezet csupán önmagában jó irányba. A tanulás, az értelem. A bölcsesség kezdete, mondja az igében, példabeszédek könyvében Salamon, az Úrnak félelme és az Úrnak félelme a gonosz gyűlölése. Amikor egy embernek az életében ez van, akkor már kezd valahol rálépni az útra. Azt mondja Isten igéje, aki az útra vigyáz, aki arra az útra vigyáz, amelyiken Jézus Krisztus járt, hogyha Jézus Krisztus útján és az ő útját járod, akkor jó irányba halad az életed. Ha elismered őt, uradnak és megváltódnak. Lehet, hogy nem megyen egy könnyen, lehet, hogy harcokba kerül, lehet, hogy nehéz kötelékekkel vagy megkötözve. Az elmúlt héten beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy hányszor és hányszor volt problémája azzal, hogy el kellett menjen Jóshoz valakivel. Csak azt, hogy megmondja, hogy mi fog történni az életében. Tudjátok, milyen kötelékek ezek, fiatalok? És ti vagytok az első számú céltábla az ördög számára. A horoszkópok. Vannak, akik nem tudnak meglenni a horoszkóp nélkül. Az első dolog az, hogy olvassa a horoszkópját. Vajon mit mond nekem ma? Vajon az ilyen halott és az ilyen okult dolgok azok, amelyek jó irányba vezetnek bennünket? Vagy pedig Istennek ígéje, amely világosan beszél ezekről az okult dolgokról, praktikákról és cselekvésekről. És tudjátok, passzívá, közömbössé teszi az embert. Azt mondja, nincs értelme, keressen Isten. Hát ezekben sem találom, nem érdekel. Passzívak vagyunk. Főleg akkor, amikor olyan dolgokhoz durunk hozzá, amihez nem kellene. Az útra kellene vigyázni, Jézus Krisztusra, az Isten fiára, mert ő az út. És azt olvassuk, hogy a hálás ember az nem csak az ő háláját tudja kifejezni, azt is kifejezi, de a hálás ember szabad ember. Szabadulást kapott. Annak mutatom meg szabadításomat, aki hálával áldozik. A hálás ember szabad ember azért, mert meglelte a szabadulásnak az útját. És a szabadulásnak az útja, újból mondom, az Úr Jézus Krisztusban van. Mert valaki megmutatta, megmutatom neki a szabadításomat. Mert látta a szabadulást. Mert látta azon az úton, amelyen járt, hogy van szabadulás Jézus Krisztusban. Mert ő szabadított meg, és ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Én úgy szeretném, hogy ezzel a világossággal betelve tudjak én is veletek együtt indulni a következő napokban. Ne felejtsétek el, a hálás ember dicsőíti az Urat, dicsőítő ember, a hálás ember az úton járó, az Úr útját keresi, és a hálás ember szabad ember. Adja az Úr, hogy ti is ehhez a hálás emberhez hasonlítsatok velem együtt. Amen.
Ha beállítom a konyhabútor. Engedjétek meg, hogy a délelőtti gondolatsor tovább folytassam, és beszéljünk tovább arról, hogy ha nem sikerül az ördögnek megrekeszteni bennünket a vágyainkkal, a legjobb, a legszebb, a legizgalmasabb felé vezető úton, akkor eljutunk az Isten országába, abba az országba, ami nekünk készítetett a világ teremtése óta, és hogy milyen pozíciót foglalunk el ebben az országban, az néhány perc múlva ki fog derülni. Szeretném felolvasni azt az igeverset, amire a délutáni beszédet építem. És ez a 42. Zsoltár második vers, amit mindannyian ismerünk. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. A délelőtt arról beszélgettünk, hogy van egészséges és egészségtelen vágyakozás. Van helyes és helytelen kívánság. Ha egészségesen vágyakozunk és helyesek a kívánságaink, akkor az bennünket Isten felé terel. Mert nem elégszünk meg a jóval, nem elégszünk meg a széppel, nem elégszünk meg az izgalmassal, hanem a legjobb, a legszebb és a legizgalmasabbhoz jutunk el, ami mennyei atyánkhoz, aki mindenben végtelen, és ő tud igazán bennünket boldoggá tenni. Délelőtt nem beszéltem róla, de most szeretném hangsúlyozni. Az ördög abban mesterkedik, az én esetemben is ezt tette, és volt, amikor sikerült neki, és a ti esetetekben is azt munkálja, hogy rekedjetek meg mindegy, hogy milyen szinten. A jónak bármilyen szintén lehorgonyozhattok. Az ő akarata az, hogy ne jussatok el a legszebbig, a legjobbig, Istenig. Azt mondja Dávid, hogy ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem, és el is jut, ha helyes a kívánságom, ha egészséges a vágyam. Nem tudom, ki olvasta a 15 éves kapitányt, ez egy Verne regény. Dorikán, visszaemlékszel, hogy hívták azt a nyomorú gyilkost, aki a kormánykerék mellett valahol elrejtett egy vastömböt? Negorónak hívták. A 15 éves kapitányban arról van szó, Verne Gyula arról beszél, hogy a kormánykerék mellett valahol a kormányos közelében egy nyomorú gyilkos elrejtett egy vastömböt, és az kitérítette az iránytűt. És nem oda érkeztek meg, ahova szerettek volna, hanem célt tévesztettek. Jusson eszetekbe minden alkalommal, amikor kívánsággal találkoztok, és amikor kívánságot fedeztek fel magatokban. Jézus Krisztus, aki soha nem téved, azt mondta a sátánról, hogy ember gyilkos, és először az emberségedet akarja szétzilálni, utána pedig téged is elpusztítani. És erről nem mond le. Erre felhasználhatja a legszebb fiút, a legszebb lányt, a legjobb állást, a legjobb társadalmi pozíciót, és mindent, ami itt van ezen a képen, meg azon túl. Mindent felhasználhat. Ne felejtsétek el, bármilyen köpenyt vesz magára az ördög, akármilyen szép köntösben, akármilyen szép dologban, akármilyen izgalmas dologban közeledik hozzá. A célja az, hogy elpusztítson. Az a célja. Az ember több annál, mint ami látszik. Sokkal több. Beszéltem délelőtt arról, hogy van ez a külső rész, ami látszik, de nem ez a fontos. A testemre azt mondja a Biblia, hogy a test gyakorlása nem használ semmit.
Jézus meg azt mondja, hogy nem a test a fontos, hanem a lélek, ami megelevenít. Ugyanis a lélek megy tovább, a test az itt marad. A lélek megy tovább, és mi nagyon sokszor pontosan a lelkünkkel nem törődünk, és a kívánságok, a vágyak, azok a lélekben tokosodnak, a lélekben képződnek, és a lélekből viszik pusztulásba a testet is. És az ember mindig több annál, mint ami látszik, mert az ember nem csupán annyi, hogy látom külsőleg, hanem a lelke, a láthatatlan, az a fontos. A Biblia így mondja, van ez a külső hárdom, és van a programom, ami tulajdonképpen a lelkem. Hallgassátok meg, hogy hogy mondja a Biblia, azt mondja Pál apostol a korintusi második levélben. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol, a belső mindazonáltal napról napra újul. Mert ha ragaszkodunk Istenhez, ha nem vittek tévútra a vágyaink, ha nem sodortak tévútra a vágyaink, ahogy a birkadatban énekeltük, hanem a helyes mederbe tereltük a vágyainkat, akkor ezek a vágyak Isten felé visznek bennünket, a legszebb, a legjobb felé. Nem állunk meg fél úton, nem állunk meg háromnegyed úton, nem állunk meg, míg el nem érjük a célunkat. Azért mondja Jézus, aki győz, majd meglátjuk, milyen pozícióba juttatja az Isten országába. Testvéreim, hogy az ember több annál, ami látszik, erre rájött Dávid is. Hallgassátok meg, délelőtt már idéztem. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Ezt nem én találtam ki, ez benne van a Bibliában, ez ige. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted a kezeid alkotásán. Most figyelj, mindent a lábai alá vetettél. Mindent. Azt jelenti, az egész univerzum a lábotok alatt fog heverni. Most még nem. Most még nem. Most még Isten innen a porból nem engedhet ki bennünket. Mert a lelkünkben, a láthatatlan részünkben, ami a fontos, kivinnénk a vírust. És ugyanilyet csinálnánk az egész univerzumból, mint amilyen a Föld. De amikor már elegünk lett saját magunkból, amikor már elegünk lett az országból, amit építettünk magunknak, istentelenül, akkor mindig van egy lehetőségünk, és imádkozhatjuk azt, amit Jézus tanított, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Azt mondja János apostol, ő is látja az Isten gyermekei, és azt mondja, szeretteim. Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlók leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt a hatalmas látni, amilyen valójában. Szeretem idézni a költőket. Nem véletlenül. A művészet anélkül is mindig úgy működik egy társadalomban, mint a társadalomnak a lelkiismerete. A költők pedig a keresztmetszetét elkapják a feelinget. Hogy az egész társadalom hogyan gondolkodik, és azt a gondolkodást, ami egy kornak adottja, azt egy költő belesűríti néhány verszakba. Képes elmondani egyetlen verssorban azt, amit más izzad egy regényen keresztül. Babics az egyik istenes költőnk, aki istenfélő, és aki megsejti azt, amit megsejtett Dávid, hogy nem csak annyi van, ami látszik, amit megsejtett János apostol, hogy nem lett még nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Egy gyönyörűséges verset írt, az a címe ennek a versnek, hogy Zsoltár férfi hangra. Engedjétek meg, hogy felolvassam. Figyeljétek a sorokat, figyeljétek, ahogyan hömpölyög a felismerés, ahogy rájön Babics, hogy nem csak az van, ami látszik. A búza szemben csak az van, ami látszik.
Mert ha a búza szemet elteszed a földbe, ki fog hajtani, és jövőre kalász lesz belőle, pedig nem látszik benne. Azt mondja Babics. Tudod, érted történnek mindenek. Mit búsulsz? A csillagok örök forgása neked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nekem, benned a cél, és nálad is a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg senki, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet, és tengereket, hogy benned teljesedjenek, s a korok történetét szerezte mesés könyvedül, s a napba vártotta ecsetét, hogy kifesse a lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mind te neked? És kinek kevert sorsokat, és örömet, és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? Inger gazdag környezet, emlékeztek délelőtt. És kinek adott annyi bús szeretetet? Szerelmek bűne és gyásza, hogy a bűn és a gyász egy súlyú legyen, eleve elosztott számodra derűt és borút, sorsot és véletlen, világnyomorát, ínséget, háborút, mindent a lelkedre mért, öltön gyanánt, mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből. S nem ismered föl sorsod és csillagod tükrében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tenned előd ránk, és plánéták félrehajlítják pályát előtt az adamant rudakat, az adamant az diamant. Nagyon kemény dolgok, hajlíthatatlan dolgok, hogy még ezeket is elhajlítja Isten az ő teremtményéért. A Szent Háromság Isten az örök korokon át meg lett volna gyönyörűségesen, boldogságban, anélkül, hogy valamikor Isten eget meg földet teremtett volna. Az eget és a földet te miattad teremtette, és én miattam teremtette, ha el nem téveszted a célt. És ha nem rekedsz meg holmi alantas testi vágyaknál, hanem engeded, hogy Isten az, aki hív téged, ő legyen a csúcson, a te szívedben, és elmondhass Dáviddal, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy áhít, úgy kívánkozik az én lelkem, te hozzád, ó Isten. Tudjátok, milyen pozíciót szánt nekünk Isten az ő országában? Azt mondja Jézus egy alkalommal a tanítványainak. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot. Ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. De nem csak a 12 apostolra vonatkoznak ezek az ígéretek, hanem hallgassátok meg, mit üzen vissza a dicsőség Krisztusa a Pátmosz szigetén János apostolon keresztül. Szóról-szóra ez áll itt. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Sajnos a történelemben eljöhet az az állapot, amikor Jézus kívülreked az egyházon. És kívülről kopogtak, vagy az egyén életében, és azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Tudod, hogy kell kinyitni Jézusnak az ajtót? Nem úgy, ahogy az olyan vendég előtt szoktuk kinyitni, akit nem akarunk beengedni a házba. Azt úgy csinálja az ember, hogy megnyitja az ajtót, és a másik kezével meg rátámaszkodik az ajtó félfára. Ha azt akarod, hogy bemenjen hozzád a vendég, akkor kinyitod az ajtót, és félreállsz. Azt mondja Jézus, aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Az nyissa ki az ajtót, és tegye félre az énjét, hogy ő belépjen, és ha belép, akkor figyelj, hogy mit ígér. Aki győz, annak megadom, hogy
vele üljön az én királyi székemben, az én trónomon. Tudjátok, mit mondott Jézus a feltámadás után? Persze, hogy tudjátok. Én csak elkezdem, ti meg folytassátok. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. És azt mondja Jézus, aki győz, annak megadom, hogy az én királyi székemben, az én trónusomon üljön, és nem akárhol, hanem folytatja tovább. Mint ahogy én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Vagyis Isten a vágyaidon keresztül, azon a végtelen vágyon keresztül, amit megengedett, és amit belég kódolt, azért adta, hogy ne elégedj meg kevesebbel, hanem csak vele magával. Hogy bemehess az Isten országába, mert ő veled akar uralkodni a mindenségen. A mindenségen. Hogyan igazoljuk ezt a tapasztalattal? 70 éve kutatják a világűrt rádióteleszkópokkal, és sehonnan nem érkezik semmiféle jelzés, hogy lenne valahol intelligencia, vagy valamiféle nyoma az életnek. Sehol. Tudjátok miért? Mert te kapsz 10 város, te kapsz 5 város, nem ilyen város, ami itt van székeid körül, meg a milyen székeid. Csillagváros. Ugyanis azért nincs élet sehol az univerzumban, és nincs intelligencia, mert Isten ide koncentrálta az ő teremtettségét. Mert az ő képét ide teremtette erre a világra. És amikor végül kirajzunk innen a Földről, akkor vihetjük az életmintákat, akkor vihetjük az intelligenciát, és belépesíthetjük, animálhatjuk az egész univerzumot. Olyan nap, mint ami most süt be, egy hónapja azért imádkozunk, hogy szép nap legyen ezen a vasárnapon. Meghallgatott bennünket az Atyánk. Olyan nap, ami most is besüt itt az ablakon, tudjátok hány van az egész univerzumban? Becslések szerint, a mostani legújabb becslések szerint, több millió fényév távolságban látnak be a rádióteleszkópokkal a csillagközi térbe, és azt mondják a tudósok, hogy annyi van, a Földön körülbelül 6,5 milliárdnál többen vagyunk most. Na most akkor képzeljétek el, hogy minden lakosra jutna 11 milliárd csillag. 11 milliárd naprendszer. És eljön az idő, mikor Isten beletek, és akik már elmentek, és akik el fognak menni, akik nem rekedtek meg az alantas vágyak bármilyen szintjén, hanem addig vágyakoztak, míg el nem jutottak az élő Istenhez. Azokkal fogja benépesíteni a teremtettséget. Mert azt mondja a 8. Zsoltár, és ez igen, mindent a lábai alá vetettél annak az embernek, akit egy kevéssel tettél kisebbé magadnál. Testvéreim, van miért húzzunk? Hát akkor húzzunk bele. És ne hagyjátok, hogy az ördög tönkre tegye a vágyaitokat, és megrekessze valamilyen szinten. Bármilyen szép, akármilyen intelligens, akármilyen művelt, akármilyen izgató, akármilyen bizarr, akármilyen bonyolult, ne rekedj meg sehol! Engedd, hogy az Isten hívása vigyen tovább, ameddig elérsz a célig. Amen. Yeah.
Thank you.